Üdvözlöm Önöket, ez itt az Egyenlítő, ahol a kérdések és a válaszok összeérnek. Milyen jogai vannak az állatoknak, és mi értelme a jogoknak, ha azokat nem tudják érvényesíteni? És vajon állattartóként milyen felelősségünk van nekünk, embereknek? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásunkban. Köszöntöm a stúdióban Fodor Kinga, egyetemi docenst, és Szilágyi Istvánt, a Fehérkereszt Állatvédőliga elnökét. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Szervusz. Kezdjük egy kicsit azzal, hogy milyen jogai vannak az állatoknak. Szerintem sokan nem tudják, és mióta vannak ezek a jogok. Kingbe először rád nézek. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ezt hosszan lehetne boncolgatni, és ugye jelenleg Magyarországon az állat az egy tulajdonjog tárgya, de én nem mennék bele ilyen nagyon a részletekbe, mert ezt hagyjuk meg a jogtudósoknak, meg hagyjuk meg a filozofikusoknak. Én azt mondanám, hogy teljesen fölösleges arról beszélni, hogy az állatoknak van-e joguk, mert nem tudják ezt érvényesíteni. Tehát hiába adunk az állatoknak jogokat, mert ő nem tud ezzel élni. Tehát hiába mondjuk azt, hogy egy állatnak mondjuk joga van ahhoz, hogy minden nap megetessék, a fajának, fajtának megfelelő ellátásba, bánásmódban részesüljön, mert hogyha ezt nem biztosítjuk a számára, ő nem tud fellépni ez ellen, nem tudja feljelenteni a tartóját, nem tud a cselekedeteiért, nem képes vállalni a felelősséget. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ne ezen vitázunk, hogy van-e joga az állatnak, vagy nincs joga az állatnak, hanem inkább írjunk elő az emberek számára a kötelességeket, amelyek viszont már jogszabályba önthetők, és ezek a kötelességek viszont számon kérhetők, és adott esetben szankcionálhatók. Ugye ezért a történelem során voltak mégis arra példák, hogy az állatokat mégis próbálták felelősségre vonni, mert hogy jogai vannak, akkor ugye felelősséggel is tartozik. Ezeknek van bármi értelme, és erre mondhatunk egy pár példát? Hát voltak olyan esetek a középkorban, hogy beidéztek bíróságra rákcsálókat például egy károkozás esetén, aztán rájöttek, hogy oka fogyott, mert nem veszik át a bírói végzést, és nem tudnak bejönni, meg agyoncsapnák, vagy agyontaposnák őket a városlakók. Voltak közszemére kitett állatok, akik mondjuk elszenvedtek például állatkínzást, vagy okoztak például a harapásnál is közszemére bocsátottak állatokat. Ezek azért ugye, hát a kor akkori jogtudósai szerint ez így helyén való volt, de ugye ez is arra azért rávilágít, hogy a jog mindig szeretne valamit szabályozni. Most a új korban az emberi magatartás szabályozza mindig az állatokhoz, szerintem, és ez jól van így. Ugye nemrégiben elhunyt egy neves divattervező, és ugye a BDA-t bejártam, ez foglalkoztatja az embereket, hogy mindent a macskája örökölt, és ugye a macskájának van inassa, és egyebek, tehát ezek azért előfordulnak, de most gondoljunk bele, hogyha nem tárgy lenne az állat, hanem jogi személy lenne, akkor ugye valaki a vagyonát ráhagyhatná a lovára, kutyájára, oroszlányára, macskájára, azért ez egy kicsit macerás. Lenne értelme egyébként, hogy az állatokra ne tárgyként tekintsünk? Tehát, hogyha élő személyek lennének ők is, akkor mi változna? Vagy hogy lehetne változtatni ezen a helyzeten? Hiszen akkor sem tudnak kiállni magáért az állat. Illetve én kicsit még csavarok ezen a gondolaton, hogy ugye az állatokra igazából mi rákényszerítünk kötelezettségeket, és így adunk nekik jogokat, hogy ezzel élhetnek. Én úgy gondolom, hogy nem az állatokra adunk kötelezettségeket, hanem az állattartójának írunk elő kötelezettségeket, hiszen ugye mi emberek jogalanyok vagyunk, és ilyen formában számunk kérhető az, hogy ezeket a kötelezettségeket betartjuk-e. De annyival talán több, mert azért, hogy több, mint tulajdon jogtárgya, mert mondjuk itt most vegyük egyformán, mondjuk hasonlítsuk egy autóhoz, egy gépjárműhöz, ugye az is a tulajdonunk. De azért annál több az állat, hogy vannak állatvédelmi törvényeink, hiszen ugye azt már fölismertük, illetve egyértelmű, hogy az állatok hozzánk hasonlóan szenvedni, örülni, érezni képes élőlények. Tehát azért valamivel több védi őket, mint mondjuk egy gépkocsit, mert hiszen ott vannak ugye az állatvédelmi törvények, állatvédelmi jogszabályok, amelyek gyakorlatilag így átvitt értelemben jogokat is adnak az állatoknak, de igazából ezeket a jogokat csak úgy tudjuk biztosítani, hogyha ezekbe az állatvédelmi jogszabályokban előírt, emberek számára előírt kötelezettségeket betartjuk. Tehát azért ennél egy kicsit több, mint egy tulajdonjog tárgya. Ez azért van szerintem, mert ugye az ember társadalomban él, még akkor is, ha antiszociális, vagy azzá válik szép lassan, de ugye itt gyakorlatilag el akarja a jog kerülni azt, hogy ne a farok csóválja a kutyát, tehát ugye azért azt mindenki tudja, és ma már köztudomású, hogy az állattartás az egy problematikus góccá válhat nagyon sok esetben. Itt néztem ezt a felvételt, ezt a nagyon csinos hölgyet, ugye feküdt ezen a nagytestű fehér kutyán,
nagyon hasznosak az állatok, az jutott kapásból eszembe, hogy mondjuk miért nem egy pasin fekszik, vagy esetleg most az is eszembe jutott, hogy mekkora, mennyi boldogsághormon termelődik ilyenkor az emberben. Tehát ugye itt azért fel kéne vetni azt is szerintem egy kicsit, hogy jót teszünk-e az állatoknak, illetve miért tartunk állatokat. És azért ugye azt se felejtsük el, ami nagyon fontos, és sokszor elfelejtik, hogy ezek a jogszabályok, ezek tulajdonképpen, most megint az állatvédelmi jogszabályokra is utalnék, hogy csatlakozzak Istvánnak a mondani valójához, hogy ezek igazából minket, embereket is védenek, hiszen olyan kötelezettségeket írnak elő, ami nem csak az állatnak jó. Tehát, hogy ugye szökésmentesen kell tartani, hogy az állat után termelődő törüléket össze kell szedni. Tehát ez ugye első körben nyilván az állatot védi, hogy szökésmentesen tartsuk, de ugyanakkor az embereket is ezáltal. Tehát ezért ez egy nagyon tápfogalom. Ehhez kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy egyébként nekünk jogunk van állatot tartani, tehát hivatalosan ugye mivel tárgyként tekintünk az állatokra, jogunk van, de nem kellene ehhez egy jogosítvány a mai világban? Sajnos jogunk van. Sajnos jogunk van tartani, én ezzel abszolút nem értek egyet, és én ezt minden fórumon, ha lehet, hangoztatom, hogy én nagyon szigorú górcső alá venném az mindenféle állattartását. Tehát, amit mondtam, és hogy ugye egy problematikus gócpont az állattartás, teljes függetlenül csak attól, hogy miért tart valaki állatot, de én nagyon szigorít, nagyon erősen megszigorítanám. Tehát ugye nekünk volt egy nagyon-nagyon régi, az alapítványnak volt egy nagyon régi mondata, ugye, hogy az állattartás nem jog, hanem érdem kell, hogy legyen. És azért ez nem ördögtől való megfogalmazás szerintem, ugye alanyjogon mindenki tarthat állatot, úgy, ahogy szülhetünk gyereket, vagy kertészkedhetünk. Én azt mondom, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de komoly önfegyelemre lenne szükség. Amit talán a joggal lehetne valamilyen mederbe szorítani, vannak országok, ahol ezt mederbe szorítják, Svájcban, Németországban, például nagyon szigorú tartási követelmények vannak, nagyon szigorú rendszabályok vannak, pontosan a többség védelme érdekében, de ha figyelembe veszem azt, hogy Magyarországon van 2-3 millió kutya, és csak a kutyákról beszélünk. És ebben valójában élen járunk uniós szinten, és ugye nagyon-nagyon sok kutyát tartunk. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden magyar család érintett ebben a kérdésben. Jó, hát vannak kutyagyűjtők is, ahol azért 60-ban több van, de gyakorlatilag minden család érintett ebben, és akkor még nem vettük hozzá a macskákat. Most már úgy tudom, hogy egy statisztika szerint, amit tápforgalmazók tettek közkincsé, több macska van már háztartásban mérhetően, mint kutya. Igen. Ezeknek a gazdáknak szerintetek hány százaléka az, aki ténylegesen tudja, hogy milyen kötelezettségei vannak állattartóként? Mert valljuk be, a legtöbb ember úgy van, hogy jaj, kéne egy kiskutya, vagy ugye a kisgyerek kísírja, és akkor persze nem mondunk nemet, családtaggá is válik a kutya, macska, egyéb állatok, de azt nem tudjuk igazán, hogy miért felelünk, mit vállalunk ezzel az állattal. Szerintem nagyon-nagyon, tehát százalékban nem tudom megsatszolni se, illetve azt mondom, hogy nem merem megsatszolni. Ezt olyan esetekben látom, mikor valakinek fölhívjuk a figyelmét az állattartásával kapcsolatban, hogy hát ezt maga rontotta el, ő rontotta el, mert ez jogszabályban rögzítve, hogy ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni, és nagy szemekkel néznek, hogy hát ő ezt honnan kellett volna tudnia. És ugye itt visszautalva arról, hogy jogunk van, az embernek joga van állattartót tartani, ez, hogyha belegondolunk valahol, egy nagyon-nagyon rossz dolog, mert nincs szabályozva, illetve van szabályozva, de ezt ugye nem kérik számon. Tehát most megint utalnék az autóra, a gépkocsira. Tehát nekem jogom van ahhoz, hogy egy gépkocsit vásároljak, illetve vezessek, de csak akkor tehetem meg, hogyha a kötelezettségeknek eleget teszek. Tehát jogosítványom van, rendszeresen bizonyos időközönként ugye a műszaki vizsgát elvégeztetem az autómag, tehát egy nagyon komoly kötelezettségeket kell vállalnom. Ugyanakkor egy állat esetében, ami ugyanúgy egy tulajdonjog, mint az autóm, gyakorlatilag bárki megveheti, mindenféle jogosítvány, vagy mindenféle olyan tudás nélkül, amelyről esetleg számot adott. És tekintett, hogy egy érző lényről van szó, tehát itt ugye már az állat jól léti kérdések is előtérbe kerülnek, ez valahol egy nagyon borzasztó dolog, és a társadalom, illetve az emberek többsége nagyon negatívan áll hozzá, hogyha próbáljuk őket arra rávenni, hogy már pedig igenis szükség lenne arra, hogy egy jogosítványt bevezessünk, hogy csak azt tarthasson állatok, aki tényleg bebizonyította, hogy ért hozzá, és nagyon-nagyon nagy az ellenállás, holott ugyanakkor egy gépkocsi esetében mindenkinek egyértelmű, hogy akinek nincs jogosítványa, azt igenis, és úgy vezet, azt igenis büntessék meg. Van erre példa egyébként, ahol ez működik? Tehát, hogy van állattartáshoz jogosítványuk ténylegesen
valamilyen tudással kell ahhoz rendelkezni. Svájc-Németország ott van, ott működik, igen. Illetve vannak országok, ahol például bizonyos fajtákat, kutyafajtáknak a tartását tiltják. Egyébként, hogy ne csak a kutyánál maradjunk, tehát például a veszélyes állatoknál, ez lehet akár az emberre veszélyes, vagy ökológiai szempontból veszélyes állatok esetében nálunk is megvannak a jogszabályok, tehát bizonyos állatfajokat tilos tartani. Csak ugye nagyon sokszor beszerezhetőek ezek az állatok, és sokszor nem is tudja az állattartó, hogy ezt egyébként tilos lenne tartania. Egyébként ez is árulkodó, hogy ha megnézzük, hogy a kutyamenhelyeken vagy az állatmenhelyeken mennyi megunt, kidobott állat van, akkor azért ez is mutatja azt, hogy nem nagyon vagyunk felelősségteljes kutyatartók vagy állattartók, hogy választunk egy állatot, át se gondoljuk, ugye, hogy ez illik az életstílusunkhoz, elfér-e a lakásunkba, tényleg akarunk-e vele 10-14 évig foglalkozni, tehát ez mind-mind benne van abban, hogy a döntésünk előtt ezeket mérlegelnünk kellene, és esetleg szakember segítségét kérni ebben. Ezért szükséges a jog szerintem, és ugye csatlakozva Kingához, ugye ez az én házam, az én váram elv. Az emberek ezt nagyon nem szeretik, hogyha beleszólnak, hogy mi történik. Miért mondja meg nekem a társadalom, vagy a jog, vagy a jogtudós, vagy a végrehajtó szer, mondjuk a rendőrség, vagy a bíróság, hogy én mit csináljak az állatommal. Ugye ennek vannak szubkulturális gyökere is, van, aki úgy nőtt fel, hogy láncon tartottak. Ugye most nem akarom egyáltalán a vidéki embereket bántani, mert azért az köztudású, hogy Pest megyében van, és Pesten van a legtöbb elhagyott kutya egyébként évente, tehát nem az ország szegleteiben. Nem szabad ezt az ellentétet szíteni, hogy városlakó kontra vidéki ember. Mert nagyon sokan megvannak róla győződve, hogy ők városban élő emberek, és az ő kutyája boldog, és kis ruhácskát raknak rá, és nagyon antropomorfizálják, ugye emberi tulajdonságokkal ruházzák fel, és akkor még ugye 15 perc hírnév keretében még videókat is feltöltenek róluk. Én azt mondom, hogy valahogy ez egy ilyen morális igény kellene, hogy legyen mindenkiben az állatokhoz való hozzáállás. Na most ezt hol szerzi meg az ember, ugye? Tehát... Nincsenek fékek. Nincs fék, a kereskedelem ugye azt diktálja, hogy ha van kereslet, akkor van kínálat is. Ugye hibáztatjuk a tenyésztést, általában évente Magyarországon 18 ezer kutya, tegnap hallgattam egy rádió műsorban az éves törzskönyvezett állatok száma, de hát azért, ha visszatérünk a számadatokra, 8-10 ezer van a menhelyeken. 5-10 ezer kerül kilövésre a hazai erdőkben. Ebrendészeti telepeken is 10-15 ezer bekerül minden évben, abból egyharmada altatásra kerül. Tehát azért komoly problémák vannak, és ugye ezzel mindig akkor szembesülünk, amikor leharapta a kisgyerek fülét, kezét, idős nénit szedtek ki a kutya szájából, bár van olyan is biztos, amikor a postás harapja meg a kutyát, de ugye mindig, amikor már eljutottunk annak a végpontjára, hogy tragédiát okoz egy, és itt csak a kutyákról beszélünk, mert ugye egy húsevő ragadozó, hát arról nem beszélünk, hogy most ugye van már vegán kutyázás is, ez is egy műsort megérne, talán Kingának erről van némi véleménye. Szerintem még erre a témakörre is engem felcsigáztatok ezzel. Ugye mindig akkor csúcsosodik ki, amikor valami tragédia történik. De. És ugyanakkor vannak, ugye most már Valentin napra is állatot ajándékozunk, különböző ünnepek alkalmával, én most azt tapasztaltam viszont így a húsvéti ünnepek után, hogy azért ez nagyon sikeres volt ez a kampány, ez a ne ajándékozz élőnyulat. Mert én azt tapasztaltam, hogy tehát tényleg átgondolták sokan, tehát sokkal kevesebben vásároltak, így, hogy az állatkereskedésekbe kérdezősködtem, nagyon sok nyúlott maradt. De én is abban látom a fő problémát, hogy nagyon egyszerűen beszerezhető egy állat, és akkor így, ha valami nagyon egyszerűen, nagyon olcsón beszerezhető, akkor az ember hajlamos nem átgondolni, és hogyha utána rájön, hogy rosszul döntött, akkor keres egy menhelyet, illetve kidobja az állatot. Tehát egy nagyobb értékű tárgynál, vagy bárminél, vagy hogyha valami kötelezettségek vannak, le kell vizsgáznom ahhoz, hogy tartsak, vagy legyen birtokomba, legyen valami, akkor sokkal inkább átgondolja az ember, hogy belevágjon, biztos, hogy akarom. Itt István említette, hogy boldog, nem biztos, hogy boldog a kutya. Milyen a boldog állat, ezt mi tudhatjuk? Tehát ez is egy elég objektív dolog, hogy mit tartunk boldogságnak, de ezt meg tudjuk nagyjából fogalmazni? Szerintem az állati boldogság ott kezdődik, amikor nem domestikálódik egy állat, hanem ő a természetben él, vállalva ennek az előnyeit, hátrányait is, mert azért azt már tudjuk, hogy a természet kegyetlen, és ugye a tápláléklánc, melyik bugyrában van éppen az az állat. Én azt hiszem, hogy én még nem láttam boldog kutyát. Azért nem láttam boldog kutyát, mert, vagy boldog állatot, mert függ az embertől.
Tehát így globálisan megközelítve, hogy az embertől való függés teszi boldogtalanná az állatot. Persze sokan meg vannak erről győződve, de ez a kiszolgáltatottság szerintem például a kutyák tragédiája. A macska azért már egy kicsit másképp működik, de ha itt főleg kutyára szorítkozunk, igen, szerintem... tudjuk, hogy igazából a macska uralkodik rajtunk, mi vagyunk a szolgáit. Igen, mutasd az állatot, megmondom, ki vagy. Szóval ezek érdekes dolgok, ezen lehetne filozofálgatni sokat, de szerintem ebben már nem. Igazából beleszóltunk magával a háziasítással, tehát ugye a kutyát háziasítottuk, és innentől kezdve, nem? És hát nagyon forgatod a szemed. Ez egy gázos történet, de ennek megvolt az oka, mert ugye most életem egyik részét farkasok között töltöttem, vagy fogom tölteni. Kevés olyan szakanyag van, ami igazából így komoly lenne, ami a farkaskutya kérdés boncolgatná. Most megjelent az Egyesült Államokban a Nagyugrás címmel egy könyv, egy tanulmány, ami azt boncolgatja, hogy amikor mi humanoidként még bőrbe csavarva a gyapjas mamutra vadásztunk, akkor milyen jót tett az embernek a humanoidnak, hogy egy szövetséget kötött a kutyával. És azt boncolgatják, hogyha ez nem történt volna meg, ez a szövetség létrejötte, akkor lehet, hogy az ember nem is jutott volna erre a szintre, hogy ezt a föld golyót tönkre tudja tenni nagy számban. Tehát, és itt kezdődött a háziasítás. Igen, kezdődött a vadászkutyákkal, a munkakutyákkal. Akkor az ember tudta, hogy ezt miért csinálja. De itt van a felelősségünk. És ezt nem szabad elfelejteni, hogy a háziasítás során gyakorlatilag úgy szaporítottuk, vagy tenyésztettük az állatokat, hogy azokat a tulajdonságait vittük tovább, ami számunkra hasznos volt. És ennek az lett az eredménye, hogy akár csak a termelő állatokra, hústermelő, tejtermelő állatokra gondolok, hogy olyan fajták jöttek létre, amelyek gyakorlatilag ma már az ember gondoskodása nélkül életképtelenek. Tehát tényleg függnek az embertől, de nem tudnak az ember nélkül létezni, és ez az óriási nagy felelősségünk, hogy ha az elődeink ezt a háziasítást így végigcsinálták, és mi élvezzük az állatoknak ezt a hasznát, ami a háziasítás során élvezni tudunk, akkor viszont ne éljünk ezzel vissza, és ez hasznunkra legyen, de ez ne legyen kihasználás, és itt van szerintem óriási nagy felelősség az embernek. Most azon, ez megint egy olyan érdekes kérdés, hogy mikor fogjuk tudni, hogy az állatok jól érzik magukat, illetve ez is egy nagyon nehéz kérdés, hogy most melyik állat érzi jól magát, az, amelyik ugyan be van zárva, tehát nem él úgymond szabadon, de esetleg már bezárva született, viszont mindent megkap. Tehát táplálékellátása, egészségügyi ellátása megfelelő, gyakran semmi gondja nincs az életbe, él mellettünk, most feltételezzük, hogy jó körülmények között, egy aranykalitkába. Vagy az az állat a boldogabb, amelyik viszont szabadon van, szabadon él, de bármikor elviheti egy járvány, nem kap esetleg eledelt, megsebesül, nem kap orvosi ellátást. Tehát ezt még emberek esetében is nehéz, ugye, hogy mikor boldogabb egy ember. Na most ezt egy állat esetében, tehát ezt így lehet boncolgatni, meg lehet erről sokat beszélni, de az alap én, hogy egy kicsit visszatérjünk ugye így a távolból, az alap az, hogy amikor egy állatot magunkhoz veszünk, akkor legyünk vele tisztába, egyébként a jogszabályban is benne van jó gazda gondossága, hogy annak az adott fajtának milyen igényei vannak, és azt biztosítsuk a számára, amik már után kereshető információ. Igen, mert azért, hogyha belegondolunk, a maga a háziasítás is valamilyen célt szolgál, tehát itt bejöttek a pásztorkutyák, terelőkutyák, tehát akik valamilyen feladatot elláttak, és tényleg az ember társai voltak azt akár a munkában. Legók. Igen, és most már valljuk be, azért nagyon sok olyan kutyus van, akit tényleg azért tartunk, mert hobbi állat, tehát hogy akarunk valakit szeretni, valakihez kötődni, és azt érezzük, hogy ő is szeret minket, kötődik hozzánk, és ez egy jó érzés az embernek, tehát egy társá vált a kutya, egy kicsit komolyabb társá, nem csak munkakutyává, nem így gondolod, Isten? Ez de, az én személyes meglátásom. Gondolom, de szerintem az emberben van egy olyan önzőség, hogy ha szerintem 10 emberből, 10 kutyásból megkérdezünk, hogy miért tartasz kutyát, szerintem 10 azt mondja, hogy szeretem, aztán egy kicsit mélyebbre megyünk, akkor azért, mert ezt a feltétel nélküli függést, amit ugye szeretetnek titulálunk, a boldogság horon, amit említettem, erre úgy törekszünk, és ez egy jó érzés. Jó érzés hozzáérni egy állathoz. Egyébként kisgyerekekben is ez megvan egyébként, az a ugye tapintás, érzékelés, hozzáérni egy állathoz, mert az már a szülőfelelőség, hogy kinek engedem, hogy milyen állathoz hozzáérjen, nincs félelmérzetük, de ez egy ösztönös viselkedés, ami a későbbiekben lehet, hogy nem is tudatos, de hát ha másnak is van, nekem is van, aztán ugye van egy divathóbort is ezen felül,
Én azt vallom, hogy egyáltalán semmilyen állatnak az ember nem tesz jót. Most lehet, hogy én lettem antiszociális az évek folyamán, de ugye ebből erednek mindig a problémák sajnos. Említettétek, hogy az elmagányosodás is benne van ebben a dologban, tehát egy kutyával egyszerűbb együtt élni, mint egy emberrel, valljuk be, azért ez az idő múlásával lehet, hogy egy kicsit nehezebbé válik bizonyos embereknek, egy kutyával egyszerűbb? Igen, azért ezt mondjuk ki, és valljuk be, hogy azért ez is benne van, tehát ez az elmagányosodott világ, ez az elidegenedett világ, hogy az emberek nem keresik egymással a kapcsolatot, ugye ülünk a elektronikus berendezésénk előtt, tehát nincsenek meg már azok a nagy családok, ahol ugye sok ember együtt élt, de ugye az embernek van valami igénye, hogy valakivel együtt éljen egy társal, és hát azért mondjuk, hogy nagyon sok olyan ember van, aki azért tart egy kutyát vagy egy macskát, mert egy kutyával vagy egy macskával könnyebb együtt élni, mert ugye nem kell vele beszélni, nem kell annyit figyelni rá, megetetem, megitatom, és végülis tőlem függ, akkor megyek el sétálni vele, amikor én akarom. Tehát azért, ha belenézünk, vagy belegondolunk, azért én úgy gondolom, hogy azért ez is benne van abba, hogy ugye az előregedett társadalmakban jól kimutatható, hogy nő a kettesből tartott állatok száma. Egyébként ennek is megvan a veszélye, hogyha én a saját példából indulok ki, nálunk is van egy olyan idős hölgy, akinek a kutyája hát legalább annyira antiszociális, mint a hölgy. Ez eléggé megnehezíti a közösségben való élést, ez is lehet egy probléma? Tehát azért ennek megvan a veszélye, hogy egyedül élünk egy kutyával. Hát igen. Igen, befordulunk, befelé fordulunk. Elszigetelődünk még. De szerintem például, amit a Kinga nem sorolt fel, hogy például segíteni akarás. Tehát abban a világban, amikor már azt látom bizonyos közösségi oldalakon, hogy egy mosoly többet ér, egy ölelés többet ér, ami evidencia kellene, hogy legyen a mai világban. Persze nem mindenkit ölelgetünk, szelektálunk, de legalább az érzelmeinket fejezzük ki, és ugye ezt egy kutyával, szegény kutyánk, mindig náluk maradunk, hát persze, igen, most ők a nagytestű papagájjal kevésbé lehet, mert lecsípje az ujjamat, de ővel is lehet szociális életet élni, de tehát ez az önzetlen szeretet elvárás, és talán az ember jobban mer egy állattal, állat felé kinyilvánítani szeretetet, ugye, és ez valahol az állatok tragédiája, mert van a fullos nagyon jó gazdagondosságát gyakorló, aki tényleg örömmel éli meg, egy szocializációs, egy fórumot talál magának, mert ugye fakkosodnak, ugye kutyasétáltató, kutyásberkek, közösségi oldalak, én is kutyás vagyok, de jó kutyásnak lenni, lehet ismerkedni, ugye, vagy gyerekkel, vagy kutyával lehet van a legjobban ismerkedni például. Játszótéren kutyasétáltatón, aztán van a csóró, akit halálra zabáltatnak, mert elidegenedtek, és abban nyilvánul csak meg az állattartás, hogy halálra zabáltatom az állatot. Aztán van a sajnos a bántalmazott, és ez a legtragikusabb történet, ez az állatbántalmazás, amikor a kutya, ha naponta 5-ször belerúgok, akkor is odajön. Én előadást tartok felnőtteknek, és ezt mindig felszoktam tenni, ezt a kérdést, hogy miért. Nagyon sokan azt mondják, azért, mert abban reménykedik a kutya, hogy talán most nem ütöm meg. Nem, azért jön oda, mert kiszolgáltatott. Na, ezeket kellene talán jobban tudnunk, jobban tisztában lenni, és így egy felelősebb állattartás felé haladnánk. Innen folytatjuk, jó? Most tartunk egy rövid szünetet, a folytatásban pedig az ivartalanításról lesz szó, valamint megnézzük, hogy mi a különbség a tenyésztés és a szaporítás között, és hogy mi a probléma ez utóbbival. Az elérhetőségeinket már látják is a képernyőn, ne menjenek messzire, mert rövid szünet után folytatjuk a műsort. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Már itt is vagyunk, folytassuk adásunkat, méghozzá az ivartalanítás kérdéskörével, hiszen ez is egy megosztó kérdés. Ti mit gondoltok arról, egy kicsit kanyarodjunk vissza, hogy az ivartalanításra mindjárt rátérünk, viszont én ezt összekötném azzal, hogy nagyon szeretjük, ahogy már említettük az előző részben is, az állatokat felruházni emberi tulajdonságokkal, és kicsit túl szeretni őket. Ez is egy probléma, szerintetek, ti hogy látjátok? Nagyon antropomorfizálás, emberi tulajdonságok? Pontosan, ilyen szép szóval akartam mondani. Egy gondolat az előző témához, hogyha önálló jogi személyiséggel bírna egy kutya vagy bármilyen állat, akkor például őt meg kellene kérdezni arról, hogy engedi-e magát ivartalanítani.
na akkor most ilyenkor mi a helyzet? Patthelyzet van. És hogy fog válaszolni erre? Nincs közös kommunikációs csatornánk. De ez komoly probléma, hogy felruházzuk, tényleg ez a PET korszak. Igen. Tehát ez, amikor már ugye most akár rajzfilmekben, én nem tudom, vagy azért, mert elbutulunk, vagy azért, mert úgy gondoljuk például, hogy vadállattal menőbb együtt élni, persze mindenki egy kis az inger küszöböt szeretné taszigálni fölfelé, és ugye kevésbé figyelnek fel egy egyszerű, jól tartott kutyára. Ugye akkor különleges kutyát tartok, amiből csak kettő van az ország, vagy a világon egy. Törpe malacot tartok, amiből 3 évig kell várni rá. Tehát az emberekben megvan ez az igény is. Ugyanakkor az is, hogy társpótlás, és ugye amikor már felruházom, és hát ugye vagy kutya, vagy gyerek, nagyon sok olyan, és ezt most nehogy félreértse bárki, mert ugye van az a vagy kert, vagy kutya, mindenki tudja, miről beszélek, aki kutyás, akinek nincs kutya, ez majd megtudja, ha lesz kertje, vagy kutyája a kertben, de nem szabad ezt így felvenni, de az tény, hogy nagyon sokszor olyan esetekkel találkozik az állatvédelem, hogy megszületik a gyerek, és akkor hát akkor gyakorlatilag fölösleges. És akkor vagy gyerek, vagy kutya, vagy macska, vagy bármilyen állat, akkor fölösleges, mert rengeteg téves elképzelés van, mert nem kérdezzük meg házi orvosunkat, állatorvosunkat, hogy papagájkort lehet-e kapni, és a gyerek megkapja-e, és hasonlók. Tehát rengeteg téves elképzelés. Ez megint az, hogy az embereknek nem kell mindenkinek David Attenborough-nak lenni, szerintem, aki állatot tart, de valami igény kell, hogy legyen benne. Hát rengeteg nagy tudású ember van Magyarországon, a világban, rengeteg szakfolyóirat van, igény kellene az emberekben, hogy legyen erre. És rengeteg időt eltöltünk az állatunkkal, és 14-15 év jó esetben egy autó árát elköltjük erre a szerencsétlen jószágra. Ahelyett, hogy nyaralnánk, mert ugye vagy nyaralunk, vagy állat, mert panziót is nehéz találni, tehát rengeteg olyan problémával találkozunk, ami gond. Igen. Meg az elvárosiasodás is, tehát hiába él valaki egy zöldövezetbe kertvárosban, mert gyakorlatilag egy városias életformát folytatunk, tehát a gyerekek már úgy dőnek föl, hogy nincsenek közvetlen kontaktusban az állattal, mert még az is előfordulhat, hogy ahogy megszületett, ha a szülők tartottak, ahogy megszületett, az állatot elvitték otthonról, mert egy csomó téves képzetük van, hogy majd betegséget kap tőle, ami nem igaz, mert egyébként ezek is téves eszmék, de a lényeg úgy az, hogy teljes mértékben elszakadnak a gyerekek a természettől, tehát nem látják, hogy egy állattal mi van, hogyan kell ellátni, hogyan viselkedik egy állat, és ugye honnan nézik a rajzfilmekből, ami ugye antropomorfizálja az állatokat. És gyakorlatilag, mire fölnőttek lesznek, szeretnének egy olyan kiskacsát, mint amit láttak a rajzfilmben, szeretnének egy olyan kiskutyát, mint amit láttak az egyébként hosszú hónapokon keresztül forgatott és megcsinált nagyon komoly szakértelmet igénylő filmet, tehát aminek köszönő viszonya sincs a valósággal. És ennek az lesz az eredménye, hogy amikor egy húsvér állatot beszereznek, akkor szembesülnek vele, hogy gyakorlatilag teljesen más az a kis élőlény, mint amiről nekik valami fogalmuk volt. Ugye itt az antropomorfizálás kapcsán merül fel az a kérdés is, hogy ti is említettétek, hogy akkor az ivartalanításra mi a helyzet? Nagyon gyakran hallani azt, hogy nem foszthatjuk meg az állatot az anyai örömöktől. Tényleg így van ez? Tehát megfosztjuk az állatot ezzel? Én itt mindig azt tudom mondani, ugye nem csak ez, hogy nem foszthatjuk meg az anyai örömöktől, hanem hogy egyáltalán induljunk ki onnan, hogy azt mondják, hogy ez egy természetellenes dolog, hogy az ivartalanítjuk. És erre azt mondom, hogy valóban ez egy természetellenes dolog, de az is természetellenes dolog, hogy tartjuk az állatot. Tehát az lenne a természetes, hogyha ő szabadon élne, ugye, ahogy István is mondta, és nem bezárva tartanák, és ő szabadon szaporodna a saját fajtársaival. De hát és bocsánat, bezártuk. A kétharmada elpusztulna vesztegségekben. És természetesen. És az a szukák vagy a nőstények elpusztulnának az ellésben, tehát már maga a tartásmód nem természetes. A másik pedig, hogy megfosztjuk valami örömforrástól, vagy valami plusztól, és ez most mindegy, hogy mire gondolunk, anyai örömök vagy egyebek. Tehát itt megint ugye az antropomorfizáció van, mert akkor megkérdezem, hogy ha ivarosan hagyjuk az állatot, és most akár maradjunk egy kutyánál, és ivarosan tartjuk, de bezárva egy kertbe, vagy egy lakásban, és ivarosan él úgy, hogy nem tud szaporodni, akkor mennyivel boldogabb, vagy mennyivel kevésbé fosztottuk meg egy örömforrástól, mint hogyha ezt a funkciót kiiktatjuk az életéből, amire nincs szüksége, és gyakorlatilag innentől kezdve nem is lesz az ösztön
ez az ösztönvilág, ez belőle így gyakorlatilag kiírtódik. Tehát itt nagyon fontos, hogy ez náluk a szaporodás az állatoknál egy ösztönből fakadó szaporodási kényszer. Tehát semmi köze nincsen a szexualitáshoz, amit mi humán vonalon értünk. Az állatok nem azért szaporodnak, mert szerelmesek lesznek egymásba, hanem ez egy abszolút egy ösztön késztetés. Tehát a prioritás nekik a kaja és a szaporodás, igen, ugye? Tehát túlélésük záloga a természetben. Hát igazából ez egy érdekes kérdés. Természetesen a 90-es években még kellett operálni, és szerintem ez ma is érvényes, hogyha valaki nagyon elvetemülten azt mondja, hogy most hagyjuk ott a golyókat a lábak között a kankutyának. Hallok ma is ilyet az ismerőseim között. Egy dologgal lehet operálni, és talán azóta nem változott a helyzet, ezt majd a docens asszony megmondja, Kinga, hogy tovább élnek azok az egyedek, akik például nem szülnek minden évben kétszer, tehát több időt tudunk együtt tölteni az agyon antropomorfizált szerettünkkel, kutyánkkal például. Ez így van, Kinga? Igen, tovább élnek, tehát ez már statisztikailag kimutatható, hát eleve minden, ami az ivari élettel összefüggő betegség, ez ugye kiiktatódik. De egyébként ez is egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sokszor szoktuk hallani, hogy ezek a mai kutyák, amiket táppal etetünk, ivartalanítjuk, ezek milyen betegesek, és hogy mennyi probléma van. De csak ez az... bajukban nem az ivartalanítás miatt van? Nem, hanem hogy miatt, pont hanem... azért van, tehát ez, hogy azt mondják, hogy sokkal betegebbek, mert bezzeg a nagymamám kutyájának soha semmi baja nem volt. Ez a kiskutya meg állandóan nyüglődünk fel, csak azt felejtjük el, hogy a nagymama kutyája élt 6-7 évig, és ugye utána elpusztult. Most viszont ezek a kutyák köszönhetően annak, hogy ivartalanítják, hogy nagyon jó táplálásban részesítjük őket, adott esetben egy kiváló táppal etetjük, sokkal tovább élnek. Tehát nyilvánvaló, hogy a geriátriai megbetegedések, tehát amik az öregkorra járó megbetegedések, azok arányaiban több lesz, mint mondjuk a régi világban, de azért, mert ma egy kutya 5-6-8 évvel tovább él, mint régen. Köszönhetően a tartásmódnak, hogyha valaki tényleg jó gazda gondosságaként tartja. Ugye azért itt a kutyafajtákat is külön kell választani, hogyha ivartalanításról beszélünk, ha jól tudom, talán van is kifejezetten olyan fajta, aminek nem annyira jó, hogyha túl sok utódot nemz. Tehát akár genetikailag nem úgy van kialakulva a csípője, tehát itt mondjuk egy mopszra gondolok, ha talán róluk hallottam a legtöbb ilyen történetet. Hát akkor már a legót annyira elcsúsztattuk a genetikai legót, hogy hát gyakorlatilag alkalmatlan a szaporodásra, vagy legalábbis nagyon nehézkes, de hát mégis azért az ember szeret saját képére formálni különböző állatokat. Nem a kinológia ellen, a tenyésztés ellen beszélek, de hát felesleges szerintem ennyi. Azt hiszem most már 500 olyan kutyafajta van, amit elismernek nemzetközi szinten. Ez egy kereskedelmi történet is részben, biztos, hogy hasznos, de hát azért, ha visszatérünk a gyökerekhez, azért a vadászkutyák, munkakutyák azok, akik inkább szükségesek voltak. Csak hát az ember szeretne spórolni, ne hulljon a szőre, ha lehet, akkor kocka legyen, mert akkor a kis táskám. Tehát így van. Ez gyümölcsöknél volt kocka alakú dinnye, meg kocka alakú gyümölcsök, japánok kísérleteztek, mert praktikus be lehetett tenni a ládába. Tehát egy kicsit ez elcsúszott ez a történet. Itt be is jön ugye a tenyésztésnek, tenyésztőknek a felelősség, és azt hiszem, itt külön is kellene választanunk, hogy mikor beszélünk tenyésztésről, és mikor beszélünk szaporításról. Azt szokták mondani, hogy egy fajta, egy kettésbe tartott fajta addig van biztonságban, amíg nem lesz divat fajta. Mert ugye ahogy divat fajta lesz, és ahogy a kereslet nő iránta, rögtön a kínálat is megerősödik, és ugye itt visszatérve, hogy mi a különbség egy tenyésztés és egy szaporító között, én mindig azt szoktam mindenhol elmondani, hogy a tenyésztés az egy külön tudományág. Aki egy állat, egy fajta tenyésztésére belefog, az gyakorlatilag az egész életét fölteszi rá, és ennek az egy hobbi, ez egy teljes más életszemlélet. Ő annak ér, hogy minél jobb legyen a fajta, ő büszkén vállalja, hogy a nála született kiskutyák egészségesek, stabil szerkezetűek, tehát stabil testfelépítésűek, idegrendszerűek rendben vannak, nyomon követi az utódait, nem adja el akárhova, és hát nagyon sokszor ugye a tenyésztők nem ebből élnek, illetve nagyon hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy idő után a befektetett pénzt, amit ebbe a tenyészet
szervezetbe befektetett, az utána visszajöjjön. A szaporító az egyértelműen a pénzszerzésért csinálja, tehát megnézi, hogy melyik az a fajta, amire nagy a kereslet, és akkor nem foglalkozik azzal, hogy milyen genetikai hátterűek a kiskutyák, hova kerülnek. Neki egyetlen egy célja van, minél olcsóbban, minél nagyobb mennyiséget legyártani, és azt minél jobb áron továbbadni. És ez valahol egy tragédia, hiszen én gondolom, ezekből is lesznek a további problémák. Igen. Tehát az én szaporító telepekről kikerült kiskutyák esetében. Igen. Meg a genetikai selejtek így születnek. Tehát ugye a fajta diszpozíciós betegségek minden fajta, miután a fajta, hogy kialakult a tenyészet során, valamilyen szinten egy beltenyésztettség eredménye. És ezért óriási felelősség, hogy ezen a beltenyésztettségen belül úgy válasszuk össze a szülőpárokat, hogy a lehető legtávolabbi rokonokat párosítsuk össze. Vagy ha közelebbi rokonokat, akkor is nagyon kell érteni hozzá, hogy ne olyanokat, ahol az a betegség, ami az adott fajtára jellemző, kijöjjön. De hát ez már nagyon jól látható. Itt talán ez a nehéz, hogy ugye a természetben élő állatoknál ezt megoldja maga a természet. Ja. Tehát ott van egy ösztönös dolog. Ugye ez hogy működik is? Nem például a farkasoknál, hogyha nem akarunk túl messze menni a kutyáknál. Kutyáktól. Hát az ő világuk azért nagyon logikus. Tehát igazából ugye az alfa nőstény több hímmel is párosodik, tehát ott a monogámia nem igazából működik. És nagyon logikusan, hogyha több kölyköt szeretnének, akkor ugye ő nem bántalmazza a többi nőstényt, mondjuk a béta nőstényt, ugye a sorrendiség nagyon fontos a hierarchia farkasok világában, akkor a béta nőstényt sem bántalmazza. Van hormontermelés, akkor két alomnyi kölyök születik. Ha semmi kaja nincs például a természetben, akkor mindenki elmegy a Vatikánba és cölibátust fogad, és senki nem teszi a dolgát. Nagyon logikusan nincs a természetben ez így működik, igen. Nagyon sokan szeretnének a mai világban farkasként élni, de hát én azt mondom, hogy 100 emberből 100 tudja, hogy 5 percen belül alkalmatlan, kiderülne számára, hogy alkalmatlan lenne farkas világban élni. Csak ugye egy piedesztára helyeztük a farkast, ami nem baj, csak ez egyfajta torzulás, és ez megint egy kicsit a kutyás világról elmond valamit, mert nagyon sokan úgy élik meg ezt a kutyázást, mintha nekik farkasuk lenne otthon. Nem baj az, jó ez. Én azt mondom, mindenki élje meg jól a kutyázást. Legyen jó szocializációs fórum. Ha valaki antiszociális, legyen szociálisan érzékeny, mert a kutyájával kell, hogy más emberekkel szóba álljon. Élje meg, legyen jól képzett a kutya. Örömforrás legyen az állattartás. És ne együnk. Így van. Sokan nyugnak élik. Meg egyébként visszatérve a természet tényleg megoldja, tehát hogyha a természetben szaporodnak az állatok véletlenszerűen, és olyan utódok jönnek létre, amelyek életképtelenek, akkor elpusztulnak. Tehát nem is érik meg az utódok az ival életkort, és nem fognak tudni tovább szaporodni. És gyakorlatilag a kettésből tartott kutyáknál valami tragédia, hogy milyen párosítások jönnek. Tehát egy láthatóan beteg, akár egy táplálékallergiás, egy ízületi megbetegedésben szenvedő, örökletes megbetegedésben szenvedő állatot minden gond nélkül szaporítanak tovább, hogy legyen neki kicsie, meg olyan édes. És nem is gondolnak bele, hogy gyakorlatilag genetikai selejteket, nyomorékokat hoznak így a világra. Ez hogy válaszunk okosan? Mert azért valljuk be, nagyon nehéz azt mondani az embereknek, hogy ne vegyetek légy szíves divat kutyákat, mert mindenkinek azt tetszik, valljuk be, városban is a kiskutyák hódítanak most, mert tényleg kis helyen elférnek, nem igényelnek annyi futást, de hogy válaszunk jó? Ugye, ha felmegyünk egy állatkereskedős oldalra, vagy bármilyen apró hirdetés oldalra, akkor megláthatjuk, hogy van 20 ezerért kutya, van 60 ezerért, 100 ezerért, értelemszerűen mindenki az olcsóbbat akarja. Jól döntünk, hogyha az olcsóbbat veszük, vagy itt lesz a buktató, hogy valószínűleg ő egy szaporítótól származik? Itt lesz a buktató, mert mindig az olcsóbb a drágább. Tehát lehet, hogy olcsóbb lesz, de utána annyi pénzt ki fog fizetni az állatorvosnál, illetve az egyéb ilyen problémák orvosolására, amellett, hogy nem lesz egy jó kapcsolata, vagy nem lesz egy jó élmény a kutyával való együttélés, mert hogyha szereti, tehát most induljunk ki onnan, hogy valaki megvásárol egy tényleg állatkedvelő ember, aki még esetleg ért is hozzá olcsón egy állatot, amelyik beteg, és emiatt folyamatos állatorvosi ellátást igényel, és rendkívül sokba kerül, vagy egy speciális étrendet kell tartani nála, akkor ez egy nyűg lesz. És az az ember, aki azért szerezte be az állatot, hogy feldobja vele a napjait, és hogy boldogabb legyen, gyakorlatilag azt látja, hogy a mellette lévő élőlény folyamatosan beteg, szenved. Hát ez nem fekete-fehér, mert sok olyan emberrel találkoztam, aki például azért szándékosan vett meg
szaporítótól beteg állatot, hogy megmentsen. Igen, sajnos ez is benne van. Igen, de ez benne van az, hogy így mégiscsak adjuk alá a lovat. Én azt mondom, hogy és nem a tenyésztés ellen beszélek, mert így is lesz, aki megfontoltan, jól döntve fog kutyát vásárolni. Én azt mondom, hogy addig, ameddig az ebrendészeti telepek és a menhelyek tele vannak szebbnél szebb, gyönyörűbbnél gyönyörűbb keverék kutyákkal, vagy fajtatiszta kutyákkal, akkor onnan kellene. Nem lóg cipőfűző, megmaradnak a félpár cipők is, amikor már egy évesen, másfél évesen látjuk, hogy milyen tulajdonságai vannak, milyen jellegzetességei vannak. Nem a standard kiállásra gondolok, egy keverék kutyánál ez azért nem szempont, de el tudják mondani azért a menhelyen dolgozó állatvédő szakemberek, hogy ezt a kutyát ajánlom, például a macska kompatibilis legyen. Gyerekeket szeretik. Gyerekeket szeresse. Már van, és nem úgy, hogy gyomorba, hanem fogadja el a gyerekeket. Egyből szobatiszta például, nem kell végigcsinálni vele. Tehát itt azért csodákat lehet találni a menhelyen. Tehát ez azért egy működőképes dolog lenne, hát ez a szemléletformálás sajnos. A keverék kutyákról egyébként mi a véleményetek? Én nagyon régi tapasztalat, tehát gyerekkoromban nekünk mindig szerintem keverék kutyusaink voltak, akik nagyon sokáig éltek. Tehát én mindig úgy gondoltam, hogy a keverék kutyusoknak egy sokkal masszívabb, erősebb génállománya van. Ez megállja a helyét, ez az állítás? Vagy azért túlzás? Szerintem igen, ahhoz már nagyon, nagyon lúzernek kell lenni, hogy két rossz génállományú apaszülő, vagy szülő, nőstény és kankutya keverékéből valami iszonyat jöjjön ki, szerintem azért ők egészségesebbek ilyen szempontból. Tehát érdemes hát távolabb állnak egymástól, tehát ugye ami genetikailag öröklődő vagy fajta diszpozíciós betegség, az kapásból kiesik ugye a körből. És olyan mókás külsejűek tudnak az lenni biztos. Néha, és egyedi, tehát megmásíthatatlan. Ha mégis vásárolunk kutyát, mert ragaszkodunk a fajta tiszta kutyákhoz, akkor mi lehet esetleg olyan intőjel, ami miatt semmiképp, tehát említettük az árat, de esetleg van még olyan, hogy bepillanthassunk oda, ahonnan vásároljuk, ne a parkolóban vegyük át egy dobozból, gondolok itt most például, ha csak ez jut eszembe, de van gondolom még ezernyi olyan. Elmondtad, parkolóban ez a leglényeges. Tehát, hogyha nem engedi be ahhoz a leendő vevőt oda, ahol ő lakik, és ahol tartja a kiskutyákat, akkor meneküljünk onnan. Ha találkozó ponton akarja átadni, meneküljünk. Ha nem akar egy szerződés, ugye ez egy nagyon fontos dolog, és te szoktad mindig fölhívni a figyelmet erre, hogy Magyarországon a kutya az állat tulajdonjogát egy adásvételi szerződés bizonyítja, jelenleg semmi más. Tehát amikor egy kiskutyát vásárolunk, vagy akár örökbefogadunk, akkor legyen egy szerződés, hogy az a mi tulajdonunkba került. Hogyha ilyet nem akar írni, akkor ez már mutatja, hogy ő nem akarja a kapcsolatot tartani. Tehát gondoljunk bele, hogyha én adok egy állatot valakinek, és nem érdekel az állat további sorsa, akkor azért szerintem ez már mindent elmond. Ez véd minket valamennyire ez a szerződés? Tehát van bármiféle garancia, semmitől, vagy... Semmitől. De véd azért, de be lehet nyúlni azért történetekbe. Legyen weblapja például. Már tudjuk azt, hogy elköltött 20 000 forintot egy családbarátnak, aki csinált neki egy statikus weblapot, mondjuk ha számla, az nem tudom, ez egy érdekes szempont, hogy ad-e számlát például, így is be lehet csúszni. Mi van a törzskönyvvel? Nagyon sokan mondják azt, hogy nem kell törzskönyv, és akkor olcsóbb. Ennek van értelme? Kell garancia a hűtőszekrényhez? Másnap leereszt. Tehát most bocsánat, de ugyanarról beszélünk, szerintem azért nem árt, hogyha van törzskönyv. Hát igazából az igazi tenyésztőnél a költségeket nem a törzskönyv dobja meg. Az is nyilvánvalóan, de nem azért drágább egy komoly tenyészetből származó kutya, mert még van törzskönyve. Tehát ez a törzskönyv nélkül jó lesz, mert olcsóbb, ez már itt sántit. Tehát annyi költsége van egy tenyészet fenntartásának, a genetikai szűrések, a megfelelő párok kiválasztása, az utaztatás, a kiállításokra járások, ezek akkora nagy költségek, hogy hogy most a körsönyvet kiállítatja vagy nem, az eltörpülem ezek mellett. Hány hónapos kortól szabad befogadni egy új kis kutyát? Tehát mikor van az időpont, amikor ideális elválasztani az anyától? Ez esetleg lehet valamire gyanakvó ok? Hát egyáltalán, ha tudjuk azt, hogy mikor született, de jogszabály szerint 8 hetes kora előtt nem lehet elválasztani az anyjától, tehát csak minimum 8 hetesnek kell lenni a kutyának, a macsának és a vadászgörénynek, amikor eladásra kerül. De ugye kérdés, hogy mennyire megbízható a születési időpont. Ugye ez is fontos, hogy milyen papírokkal jön a kutya.
tehát optimális esetben ilyenkor már 2 oltást megkapott, ilyenkor át kell nézni, hogy az oltási könyv, amivel megvásárolják a kutyát, eleve ugye mikrocsip benne kell lennie, tehát ez is jogszabályban rögzített, hogy mikrocsippel ellátott kutyát kell értékesíteni, és a kisállategészségi könyvben meg kell nézni, hogy milyen oltások vannak. Az egy intőjel, hogyha nem egyértelmű az állatorvos pecsétje, akkor bejelentést kell tenni a Magyar Állatorvosi Kamara fele, akkor teljesen után követhetetlen, hogy mennyi idős az a kutya, valóban az a fajta, aminek állítják, és honnan származik. Hát ez egy ingovány. Ha még egy kicsit annál maradunk, hogy hozzánk került a kutyus, és nagyon szeretjük antropomorfizálni a kutyusokat, csak kimondom ezt a szót így az adás végére is, akkor miket követhetünk még el, milyen nagy hibák lehetnek, ugye, talán itt az étkezést még megemlíthetjük, említettétek itt, hogy már nagyon sok állatnak kell speciális táp, de hogy azon túl, tehát azt, hogy mondjuk túlról rudival etetjük a kutyust, vagy ugyanazt teszi, amit mi, ezzel mi ártunk, vagy ez még belefér a nagyon szeretjük kategóriába? Hát mindennel ártunk, ami nem az adott fajnak, fajtának való, de itt akár induljunk ki onnan, hogy a felnevelés, és itt most beszéltünk persze, hogy mivel szabad etetni, mivel nem szabad etetni, most nyilván, hogyha leesik neki véletlenül egy túrórudi, akkor nem azzal követünk el tragédiát, de hogyha folyamatosan a mi maradékainkkal etetjük, akkor bizony a felnevelés alatt elkövethetünk főleg nagy testű kutyáknál olyan problémákat, ami után egész életére kihat. De én inkább itt arra helyezném a hangsúlyt, hogy amiközben fölneveljük mellettünk a szocializációja. Tehát az a kiskutya mit szokik meg? Nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy egy nagy testű, dominanciára hajlamos kutyát pusztán szeretetből, kicsi korától dominánssá nevelnek. De a legjobb példa erre, hogy mondják, hogy jaj, olyan aranyos ez a kiskutya, mert amikor eszik, akkor nem engedi, hogy a tájához nyúljak, és akkor ilyenkor égnek áll a hajam, mert gyakorlatilag dominánssá nevelik. Ugye egy falkában a kutya bekerül a családba, ő a családtagokat falkatagoknak tekint, és keresi a helyét. Neki szüksége lenne arra, hogy legyen egy falka vezér, tehát ne legyen a falka vezér, de úgy nevelik föl, hogy ő úgy érzi, hogy falka vezér, mert akkor eszik, amikor akar, odamoroghat, hogyha a tájához nyúlnak, fölugrik a kedvenc fotel, a nagypapa kedvenc foteljére, és ugye abból az aranyos kis szörmuk kiskutyából lesz mondjuk egy 45 kilós rottweiler, amelyik úgy érzi, hogy ő a domináns a családban. Persze, hogy utána megtámadja a családtagokat. Azaz milyen egy jó falka vezér, István? Milyennek kellene lenni a családban? Hát szerintem, ahogy minket is felneveltek, mindhármunkat, következetességet nagyon nehéz betartani. Ugye ma a szeretet tömjén füstje beburkolja ezt a sztorit. Szerintem én nem nagyon hiszek ebben a falka vezérségben, tehát a kutya nem hülye. A kutya tudja, hogy én nem vagyok neki falka tag, tehát a családban ő elfogadjuk őt, ő is elfogad, ez már a tisztelet kategória szerintem, akár egy vadállattal, akár egy domestikált állattal, a tiszteletet a saját kis teritoriumát neki meg kell hagyni, neki is nyugalomra van szüksége, ne akkor vegyük elő a sarokból, amikor éppen nekünk kedvünk van, hanem mérlegeljünk, ez már megint a racionalitás. Én nem azt mondom, mindenki egyetemi tudós legyen ahhoz, amikor kutyát nevel, de hát empátia hiánya sokszor tükröződik az emberekben és a kutyásokban. Aztán vannak ilyen hamis dogmák a mai világban, ami mondjuk a vicc kategória, amikor ilyen túlságosan ködbevészve nevelünk állatokat. Én azt mondom, hogy a szeretet, tisztelet, alázat és következetesség ez átlendíti azt az embert is, akinek sose volt kutyája, csak egy gyufás doboza. És talán összefoglalhatva az egész adást mondhatjuk azt, hogy a tapasztalat és a tudás hiánya az mindenképpen rossz, tehát hogy mindenképpen kérdezzünk utána, kérdezzük meg szakértő segítségét, hogy mit tanácsol nekünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk. Köszönjük a lehetőséget. Mi köszönjük. Önöknek pedig a megtisztelő figyelmüket köszönöm, szívesen látjuk és olvassuk a gondolataikat, klikkeljenek a weboldalunkra, keressék a Facebookon az Ózon TV-t, és osszák meg a véleményüket. Viszontlátásra! Az Ózon TV munkatársai Freemailen leveleznek. Ezt és korábbi műsorunkat bármikor megnézhetik a Videa Ózon TV csatornájában.